SMS-en keresztül, mondjuk a másik fél, egy fiú, aki tetszik neki, mondjuk ilyet kér tőle, hogy fotózza le magát mesztelenül és küldje el. Napi szinten előforduló probléma ez, és rendszerint az érintett gyerekek nem tudják kivel megbeszélni, mi is a teendő ebben a helyzetben. A pszichológus azt mondja, sokszor már csak akkor találkoznak az zaklatástól megzavarodott gyerekekkel, amikor már nagy a baj. A szakértő véleménye szerint nagyon fontos lenne, hogy a szülők tisztában legyenek a gyerekek internet használati szokásaival. Szerintem ezért fontos, hogy a szülő ne utasítsa el teljesen a net használatot. Nyilván korlátozza, szabályozza, de próbálja megérteni, hogy mit neteznek, hogyan neteznek a gyerekek, hogy tudja segíteni ebben, és tudja megvédeni akár, meg hogy vannak olyan szervezetek, akikhez mondjuk egy internetes bántalmazással fordulhatnak. A netes bántalmazás azonban már nem csak a gyerekeket veszélyezteti, egyre többször kell szembenézni a felnőtteknek is hasonló jelenséggel. A szakma véleménye az, hogy az internetes bántalmazás komoly nyomot hagy a gyermekek lelkében. Nagyobb nyomot hagy a gyerekekben, mint mondjuk egy verbális vagy egy fizikai bántalmazás, mivel az nyomot hagy a világban, és hogyha nem ő kezdeményezi ezt a bántalmazást, hanem ő az áldozat, akkor ő ezt nem tudja letörölni. Csak bizonyos, akár egy közösségi médiás szervezethez tud fordulni, hogy szedjék le a bántalmazó üzeneteket, képeket, tartalmakat. Tehát azért nagyon veszélyes az internetes bántalmazás, mert ez bárki számára látható, és egy nyilvános térben zajlik. A pszichológus azt mondja, az internet használat egyre távolabb tolja egymástól a családok tagjait. Ám kellő odafigyeléssel kezelhető lehetne az esetleges bántalmazás a kis közösségeken belül is, ami újra közelebb hozhatja a generációkat egymáshoz.